A rendszerváltás előtt alakult ez a megyei vízművállalat, amely 1959-ben jött létre. Aztán a rendszerváltás követően ugye részvénytársaságá vált 1994-ben. Most már zárt körű részvénytársaságként működik. Ma már vízcsatorna szolgáltatás jellegű ügyekkel foglalkozunk, és a részvénytársaságnak a tagjai, a megye önkormányzatai, 71 tagja van az RT-nek, és ebből 59-nél mi üzemeltetünk. De Debrecen városa mindig is külön volt, és most már néhány nagyobb város, de kisebb település is külön működtet. A mi díjunk az körülbelül az átlag közepén az országban. De már mi támogatást nem kapunk, mi a rendkívül nehéz helyzetben lévő településeknél keresztfinanszert csinálunk, egységes díjunk van, ami azt jelenti, hogy a drágábbakat, még az olcsóbbakat ugyanazon az áron, biztos, hogy korábban is volt, de miután a díj alacsonyabb, mint amennyi a költség, ezért a szennyvíznél mi megtámogatjuk ezt a rendszert. 40 millió költünk el, aminek a forrása egyéb tevékenységből van, szivattyúgyártásból, labortevékenység, vízorjavítás. Egyenlegünk az negatív, de éppen azt az elvet követjük, amelyik úgy szól, hogy a lakossági állapotok miatt ez egy non-profit közeli szervezet. Mi viszont azt mondjuk, hogy mi nem akarunk nyerességet teremteni, illetve akarunk, ha lehetőségünk van rá, de olyan mértékben, hogy az biztonságosan egy nullszaladó körüli eredményt hozzon. Emiatt tényleg a díjaink, és amiatt magasabbak egyes településeknél, mert ott nem képeznek ilyenfajta érzékenys leírást. Másrésztről a technológiáink rendkívül sokfajták, az arzénmentesítéstől kezdve a metángázon keresztül a vastanításig minden előforduló szinten az országban egyáltalán van. 1100 km hálózattal, ami ilyenkor olyan 3,81 millió köbméter víz. A nyereség általában úgy jelenik meg, hogy a tulajdonosok számára osztalékot fizetünk, ami 5-10 millió, tavalyról 20 millió volt, ez kiemelkedő év volt, ami még mindig nem túl sok, mert ha másfél milliárd cégről beszélünk, akkor százalékosan ez elég. A jövő terve az együtt maradjunk egyrészt, mert ugye mindenfajta törekvések vannak a megbontásunkra. Fejlesztési lehetőségek úgy vannak, hogy az uniós pénzekből, meg az állami támogatásokból pályázzák a tulajdonosok. Van ez a MaVíz nevű rendszer, amelynek a legtöbb települési önkormányzati vízmű az tagja. Most belül ugye a kapcsolat szoros, mert hiszen az önkormányzatoknak a pénzügyi problémái miatt a fejlesztések, a építések során mi amennyire tudjuk, támogatást adunk. Ez azt jelenti, hogy az önrészekben beszállunk, ha bármilyen problémáik van, évente többször találkozunk a közgyűlés keretében, amire elmondhatom, hogy elég nagy számban megjelennek mindig, és elég egységesen viselkednek. Az elmúlt 13 évben sikerült ezeket a problémákat kezelni, ami azt jelenti, hogy együtt maradtunk még eddig, ami sok részén az ország nem jellemző. Ezek a mavizes találkozások, országos igazgató értekező főmérnöki jogászi, ezek során elég sok tapasztalatcsere van, amelyik akkor is hasznos, ha nincs előadás. Azok a problémák, amelyek adódnak a szolgáltatás során, ilyen például az alapdíj volt, ami díj mellett még megjelent, vagy rendelkezésállási díj, ami a végén alkalmi bíróság elé került, ezeket megbeszélik. De vannak olyan területrészek, amelyek miatt meg van kötve a kezünk, méghozzá a jogszabályok képzése. Minden ponton segítünk, ahol tudunk, de hát a korlátaik megvannak a pénzügyi állapotok miatt. De még nem volt olyan év, hogy ne lettünk volna nyereségesek, de a nyereség nem jelentős, mert nem ez a cél. Ha azt mondom, hogy mi megállunk a lábunkon, és szerintem olyan nagyságú területrészt üzemeltetünk, amelyik jó. Nem mondom azt, hogy nincs olyan fajta lehetőség, hogy egy nagyobb rendszert kiépíteni, amelynek a keretében gazdaságosabban lehet működtetni. De ez a nagyság eléggé kérdéses dolog, mert lebonyolítási módokban egy nagyon rendszer nem olyan rugalmas már. Mert biztos veszem, hogyha itt összeállna három különálló övezet, ez úgy is elintézhető, hogyha a különböző vízműcégek összedolgoznak és segítik egymást. A tálati lépés abban áll, hogy szeretnénk tovább is azt fenntartani, hogy az önköltség típusú ár közelébe legyünk. Hiszen a fejlesztés iránya még mindig külső, mert nem tartalmaz a díj, akkor ez rentábilis rendszer lehet. Ahhoz viszont, hogy a cég fejleszthet, ahhoz, hogy olyan konstrukció alakuljon ki nálunk, amelyik tartalmaz ilyenfajta részeket, az nyilván csak úgy működhet, hogyha a díjat megemeljük. A minőséget, amit nyújt egy ilyen rendszer, az inkább a kívülálló tudja megítélni. Mi legjobb szándék szerint működünk, nincs külön óra, amikor be lehet jönni hozzánk, hanem bármikor be lehet jönni, nincsenek ilyen kiszabott idők. Úgy gondolkozunk, a vidékről járnak az emberek, ha helyszínen nem tudnak kapni olyan információt, akkor kötelességünk azonnal fogadni őket. A vízminőséggel időnként vannak gondok, mert ez a rengetegfajta technológia termel olyan fajta anyagokat, amelyek például a vastanítás nincs mindenhol megoldva. Ahol megvan oldva, nem mindig működik úgy a technológia, hogy kell, de hát törekszünk állandóan, és a belső fejlesztések megvannak. Eddig olyan szivattyúkat használtunk, amelyek már nagyon régiek, hagyományosak, egységes rendszer működnek. Most kezd elterjedni az a fajta nyomás és térfogatáron mennyiségszabályozó rendszer, hogy frekvenciaváltós, forgatószám szabályozásos szivattyúk. Én úgy gondolom, hogy a hibák adódnak is meg közben, amelyiket, hogyha jelzést kapunk, azonnal próbálunk kiküszöbölni, de azért törekszünk arra, hogy ahogy mondják, hogy szolgáljuk ezt a fajta rendszert, hiszen ezért kapjuk a pénzünket, és igyekszünk lehető legjobban.